Kitüntetések a városi napon. Átadták az új konyhát. Katonák rendezvúztak szabadszálláson. Életfát állítanak városunkban. Elkészültek a helyiségjelző táblák. Versenyeztek a fogadhajtók. Bemutatkoztak a helyi alkotók. Ismét bizonyítottak a szabadszállási gyöngycemek. Évet zártak az ezüst kopogók. Huszár Fanni lett az év aerobikosa. Múzeumok éjszakája a tájházban. A hetényi táborozók az óvodában. Izsákra került a kupa. Változatos programokkal válták idén is a szabadszállásiakat a 22. városi napokon. A rendezvény július 7-én a 13. helyőrségi honvéd találkozóval vette kezdetét. Ugyancsak ezen a napon nyílt kiállítás szabadszállási, valamint a településhez kötődő alkotók munkáiból a József Attila közösségi házban. A központi rendezvényre július 8-án került sor, melynek legkiemelkedőbb eseménye a kitüntető címek átadása, illetve a két évtizedre visszanyúló német testvérvárosi kapcsolat megünneplése volt. A kulturális program a helyi előadók műsorával vette kezdetét. A közönség elsőként a Tóth Erzsébet óvoda növendékeinek tapsolhatott, majd a szabadszállási Petőfi Sándor általános iskola aerobikosai, az Ezüst Kopogók néptánc együttes csoportjai, a szabadszállási gyöngycemek, végezetül a Kiskun népdalkör lépett a színpadra. A rendezvény csúcspontja a városi szintű elismerések átadása volt. Az idei esztendőben Szabadszállásvárosért posztumusz kitüntető címet adományozott Kristóf Gábornak. Szabadszállásvárosáért kitüntető címet vehetett át dr. Bálint Tibor és Pásztor József. Az elismeréseket dr. Bárdi Zoltán polgármester adta át. Az ünnepélyes pillanatokat követően Christoph Lotschütz, a németországi Schönenberg-Kübelberg, majd dr. Bárdi Zoltán szabadszállásváros polgármestere emlékezett meg a két település 20 esztendős múltra visszanyúló testvérvárosi kapcsolatáról. A rendszerváltás után az akkori német és magyar kormány megállapodtak, hogy elősegítik a két nép települései közötti kapcsolatok kialakulása érdekében a testvértelepülések létrejöttét. Ennek megkönnyítésére találkozókat szerveztek a két nép település vezetői között. Egy ilyen alkalommal találkozott városunk akkori vezetője, dr. Bak István, Manfred Hofstetterrel, Schönenberg-Kübelberg település akkori polgármesterével. A kölcsönös szimpátia, mely kialakult a két település vezetője között, arra sarkalta őket, hogy ezt kiterjesszék a két város lakóira is. Ezt az elhatározásukat 1997. szeptemberében a testvérvárosi kapcsolatok felvételét igazoló dokumentum aláírásával pecsételték meg. Idézte fel beszédében a testvérvárosi kapcsolat létrejöttének körülményeit dr. Bárdi Zoltán. A dokumentum aláírása önmagában még kevés, ezt tartalommal is meg kell tölteni. Az elmúlt 20 év bizonyítja, hogy ez sikerült. Ilyen többek között a diákcsereprogram, melynek keretében több mint 100 gyermek került kapcsolatba a másik település fiataljaival. Tette hozzá a polgármester, majd a 20. évforduló alkalmából kalocsai mintás emléktányérral ajándékozta meg a német polgármestert. Christoph Lotschütz beszédében elsőként elismeréssel szólt szabadszállásról, majd a testvérvárosi kapcsolat fontosságáról és eredményességéről beszélt. Remélem, a két település kapcsolat a jövőben is tovább erősödik, és egyre eredményesebb lesz, emelte ki a német polgármester, majd átadta dr. Bárdi Zoltánnak a testvérvárosi közösség új címerét. Christoph Lotschütz megköszönte a szíves vendéglátást, viszontzásul meghívta a településünk képviselőit a szeptemberben megrendezendő testvérvárosi találkozóra. Az ünnepi pillanatok után Egri József és Kessler Éva operettének, Janicsák Peca, az Inflagranti Együttes és az Abba Sisters műsorát élvezhette a közönség. A programot harcászati bemutató, tűzijáték és azt követően utcavál színesítette. A régió talán a legkorszerűbb konyháját és a legnagyobb befogadó helyen rendelkező rendezvénytermét alakították ki szabadszálláson az egykori nagy vendéglő épületében. Az átadó ünnepséget július 8-án tartották meg
a városi napok keretében. Az új konyha a környező települések egyik legmodernebb konyhája, melyre méltán lehet büszke minden szabadszállási lakos. Remélem, működése során kivívja mindenki elismerését, és sok emlékezetes eseményt rendeznek majd itt a szabadszállásiak számára, mondta el az átadó ünnepségen dr. Bárdi Zoltán. Az első ütem, melynek átadására ma kerül sor, a leendő feladatellátáshoz szükséges feltételeket tartalmazza. A külső homlokzat és a külső környezet kialakítása, a bútorzat beszerzése és a rendezvény szervezéshez szükséges egyéb kiegészítők a következő ütemben valósulhatnak meg. Reményeim szerint az elkövetkező év folyamán erre is sor kerülhet. A cél, hogy a város arculatát meghatározó építményt felújítva az utókor számára is megőrizzük, és olyan feladatot lásson el, mellyel az egész települést szolgálja, teljesül. Ennek a beruházásnak a megvalósulásával ismét újabb lépést tettünk településünk felzárkóztatásában. A szeméttelep rekultivációja, a városközpont, az iskola, az óvoda, a könyvtár, a piac, a vásártér, az egészséges ivóvízellátás, a csatornázás, a szennyvíztelep, a városi sportpálya megújulása, a város gazdálkodásához szükséges traktorok és gépek beszerzése, a tűzoltóság épületének és autóinak megújulása, a középületeken kialakított napelemes rendszerek megvalósítása már mind megtörtént az elmúlt néhány év folyamán. A most átadásra kerülő konyha a környező települések egyik legmodernebb konyhája, melyre méltán lehet büszke minden szabadszállási lakos. A város első embere végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a beruházás megvalósulásához. Az egyik első alkalommal, amikor szabadszálláson jártam, megkértem polgármester urat, hogy vezessen körül a településen. Polgármester úr körbevezetett az intézményeken, megmutatta a város nevezetességeit, és meglátogattuk az akkori konyhát is. Az akkori konyha finoman sem nevezhető a mai kor színvonalának megfelelőnek, és rögzült bennem az a tény, hogy ez tényleg egy olyan beruházás, egy olyan újítás vár szabadszállásra, ami nélkülözhetetlen és elodázhatatlan. A konyha kialakításához, mint a bevezetőmben említettem, a legfontosabb volt a városvezetés bölcsessége és előrelátása. Az, hogy az évek alatt egy olyan tartalékot képeztek, amellyel már én is oda mertem állni Magyarország kormánya elé, hogy itt van ez a kisváros, szeretné felújítani a konyháját, de nem üres kézzel jön, hanem a beruházás egy jelentős részét megtakarította az évek során. Sokkal könnyebb volt így odaállnom eléjük, sokkal könnyebb volt azt mondanom, hogy ez egy olyan beruházás, amire mindenkinek szüksége van, a település valamennyi lakójának. Szerencsére kérésem meghallgatásra lelt, és Magyarország kormány egy tekintélyesebb summával segítette a beruházásunk létrejöttét. Egy ilyen léptékű beruházás csak egy széleskörű összefogással valósulhat meg, és kell hozzá a buldog szívósága, hogy ezt a beruházást végig is tudjuk vinni. Itt állunk most az első ütem átadója előtt. Kívánom mindenkinek, hogy szabadszállás életét továbbra is hassa át ez az előrelátás és bölcsesség, ami a konyha kialakításához vezetett. A beszédeket követően avatták fel az új konyhát. A nemzeti színű szalagot dr. Sarac László országgyűlési képviselő, dr. Bárdi Zoltán szabadszállásváros polgármestere, Christoph Lott Schütz, a németországi Schönenberg-Kübelberg polgármestere, illetve Nagy András, a Gamesz megbízott vezetője vágta át. Az új konyhát Máté Sándor református lelkész áldotta meg. Az ünnepi műsorban közreműködött az Ezüst Kopogók Néptánc Együttes. A rendezvény végén az érdeklődők megtekintették a létesítményt. Közel 200 katona adott egymásnak randevút a 13. szabadszállási helyőrségi honvéd találkozón. A rendezvény ünnepi visszaemlékezésekkel kezdődött július 7-én a József Attila Közösségi Házban.
A rendezvény aktualitását három évforduló adta. 55 éve 1962. október 1-jével alakult meg a Magyar Néphadsereg páncélos és gépjárműtechnikai kiképző központ, 26 esztendeje lett belőle Magyar Honvédség 52. javítóezred, illetve 25 évvel ezelőtt lett Magyar Honvédség 52. Hunyadi Mátyás javítóezred, és kapott csapatzászlót, és 20 esztendeje 1997-ben jött létre jogutódként a Magyar Honvédség Alföldi Kiképzőközpont. A találkozó mottója az évfordulókhoz kapcsolódóan a kiképzés szolgálatában csatakiáltás volt. Megszinteltetés számunkra, hogy minden évben vannak visszatérő vendégeink, és egyre többen tisztelik meg városunkat, a volt helyőrséget, az itt eltöltött évekre, a fiatalságra emlékezve. Ebben az évben is, mint minden évben igyekszünk olyan programot összeállítani, amely a helyőrség alkalmatainak eredményes munkát, az itt elért eredményeket, a település életében betöltött szerepét kívánja bemutatni. A közös emléket, emlékezés keretében. Dr. Báldi Zoltán szabadszállás város polgármester köszöntője, majd a parancsnokok visszaemlékezéseit követően Póli Boglárka operett előadását hallgathatták meg a találkozó résztvevői. A katonák ezután az elhunyt bajtársaik emlékére megkoszorúzták a Belcsényi úti temetőben lévő kopjafákat. Mennyei atyánk, légy áldott azért, hogy e temetőkertben megállva, visszagondolva katonatársainkra, a békesség udvarában mi azt kérhetjük rájuk és ránk is. Add nékünk a Jézus békességét. Add nékik békességes nyugodalmat a boldog feltámadás reménysége alatt. És mi nékünk is adj békességet, Úristen, a mi időnkben e földön. Mert nincsen nékünk más bajvívónk és hadakozónk, hanem csak Te egyedül, Úristen. Ámen. A bajtársi találkozó résztvevőinek útja a Mátyás király téri emlékparkba vezetett. Az emlékezés virágainak elhelyezését követően pedig megtekinthették a Hunyadi Mátyás helyőrségi gyűjteményt. A múltidézés a laktanyában baráti beszélgetéssel folytatódott. Soron következő ülését tartotta július 12-én a város képviselőtestülete. A városatyáknak 7 kérdésben kellett felelős döntést hozniuk. Jóváhagyta a képviselőtestület Szabadszállás város 2017 évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítását, az alapszolgáltatási központ 2016 évi beszámolóját. A városatyák támogatták a Nőszirmok klub kérését, a határozat értelmében a hivatalos árajánlat bekérése után az idei támogatási keretből 500 000 forintot csoportosít át a város az életfa elkészítésének költségeire. 5 esztendővel ezelőtt indította el városunkban a Minden születendő gyermeknek ültessünk fát programot a Nőszirmok Klub. Az akció keretében a város 3 pontján, a Kressz Parkban, a régi játszótéren, a futballpályán telepítettek facsemetéket a szülők bevonásával. A hagyomány megőrzése érdekében a klub egy köztéri alkotás felállítását kezdeményezte. Javasolták, hogy a műalkotás elkészítésével a Szalk-Szentmártonban élő Bakos Gyula erdélyi faszobrászt bízzák meg. A felállítás becsült költsége közel 1 millió forint. A klub tagsága a szobor helyének az orvosi rendelő előtti lankás pihenőparkot szemelte ki. A köztéri alkotás leghamarabb a jövő esztendőben kerülhet felállításra. Ugyancsak támogatták a képviselők Fodor Sándor kérelmét. Az augusztusban megrendezésre kerülő csülökfesztiválra rendezvénysátrat, sörpadokat, asztalokat biztosít a város. Támogatást kapott Hauser Attila az áramlopások megszüntetésére vonatkozó kérelme. Döntés született arról is, hogy 76 000 forint támogatást nyújt lakásfelújításra a város egy halmozottan hátrányos helyzetű szabadszállási családnak. Faragott helységjelző táblák kerültek az elavult fémszerkezetek helyére. Az újakat Tabajd István fafaragó népi iparművész készítette el. A helységjelző táblák cseréjének gondolata tavaly nyáron fogalmazódott meg a pénzügyi és ügyrendi bizottság ülésén. Egy budapesti és egy kecskeméti cég úgynevezett kompozit táblákat ajánlott az önkormányzatnak darabonként mintegy 30-40 ezer forintos áron. A táblák élettartamát 3-5 évre becsülték. A harmadik ajánlattevő a helyi Tabajdi István fafaragó
népi iparművész faoszlopokra szerelt zsindelyes megoldást javasolt, melynek ára anyaggal, munkadíjjal, felületkezeléssel és felállítással együtt 180 ezer forint. A városatyák mérlegelve az esztétikai, illetve a tartósági szempontokat úgy határoztak, hogy az első körben két tábla elkészítésével bízzák meg Tabajdi Istvánt. A fafaragó technikai okok miatt egyszerre készített el mind az öt helyiségjelző táblát, melynek árát két részletben fizeti ki számára a város. A 11. alkalommal rendezték meg a Rozsnyai Pál fogadhajtó emlékversenyt szabadszálláson, amely a Magyar Lovas Szövetség szabályzata szerint a C-kategóriás versenyzők részére Bács-Kiskun megyei OB pontszerző futam is volt egyben. A nevezők július 1-én 8 kategóriában akadály és joker hajtásban mérték össze tudásukat. A jubileumi emlékversenyt Huszár István, a Szabadszállási Sportegyesület elnöke nyitotta meg. A verseny megkezdése előtt a hagyományoknak megfelelően megkoszorúzták Rozsnyai Pál, az 1848-as szabadságharc főhadnagyának, Szabadszállásváros egykori főbírájának a helytörténeti gyűjtemény falán elhelyezett emléktábláját. A megmérettetésre nem csak helyi és a környező települések fogatosai neveztek. Érkeztek versenyzők az ország más szegleteiből is. A 8 kategóriában a következő eredmények születtek. Kétfordulós akadályhajtás, kettes fogat, C kategória, első Varga János, második Nánai Zoltán, harmadik Figura Szabolcs Péter. Kétfordulós akadályhajtás, kettes fogat, D kategória, első Liringer Dániel, második Kamasz Adrián, harmadik Cserna László. Kétfordulós akadályhajtás, Póni kettes fogat, C kategória, első Végi Boglárka, második ifjú Végi Tibor, harmadik Aszódi Rihád. A vándorserleget Végi Boglárka vihette haza. Kétfordulós akadályhajtás, Póni kettes fogat, D kategória, első Huszák Balázs, második Posztobányi Sándor, harmadik Marosi Zoltán. Jokerhajtás, kettes fogat, C kategória, első Figura Szabolcs Péter, második Viszus Szabolcs, harmadik Pergel Imre. Jokerhajtás, kettes fogat, D kategória, első Lilinger Dániel, második Cserna László, harmadik Kamasz Adrián. Jokerhajtás, Póni fogat, C kategória, első ifjú Végi Tibor, második Végi Boglárka, harmadik Végi Gábor. Jokerhajtás, Póni, D kategória, szabadidős, első Marosi Zoltán, második Huszák Balázs, harmadik Takács Barbara. A serleges BT a legjobb hazai versenyzőjének külön díját Aszódi Rihárd érdemelte ki. Az Aszódi család külön díját Végi Tibor, Végi Boglárka, Végi Gábor kapta. A szabadszállási gazdakör külön díját Csaplár Károly vihette haza. A díjakat dr. Salac László, a térség országgyűlési képviselője, Gáspár Ferenc, a szabadszállási gazdakör elnöke, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés tagja, Huszár István, a Szabadszállási Sportegyesület elnöke, Aszódi Tamás, Sípos Lukács és Molnár István adták át. A Rozsnyai Pál fogadhajtó emlékversenyt az Ezüst Kopogók Néptánc Együttes műsora színesítette. A program a Szabadszállási Sportegyesület rendezésében és a helyi gazdakör támogatásával zajlott. Szabadszállási és a városhoz kötődő alkotók munkáiból nyílt kiállítás július 7-én a Városi Napok keretében a József Attila Közösségi Házban. Az összművészeti kiállítás résztvevőit dr. Bárdi Zoltán polgármester köszöntötte. A tárlatot dr. Csányiné Bán Katalin nyitotta meg, aki egyben néhány mondatban bemutatta az alkotókat. A rendezvényen közreműködött a Kiskun Népdalkör és a Vadrózsák Citera Zenekar. A közönség a tárlaton Bőcén Lászlóné Tóth Julianna, Benics Ildikó, Szabó Clarissa, Huszár Olga, Kis Liza,
Sirán Zita, Kistóth Ferenc, Megyer Márta, Cserjés Sándor, Molnár László, Csomák Lászlóné, Bognár Renáta, Kis Klára, Németh Ferenc, Kékes Szabó Diana és Gulyás Sándor alkotásaival ismerkedhetett meg. Csörögön, Nagykörösön, Dömsödön és Kunszentmiklóson szerepeltek a szabadszállási gyöngyszemek. A roma hagyományőrző néptánc csoport valamennyi versenyen az élvonalban végzett. A népi táncosok áprilisban Csörögön, a roma hagyományőrző és tehetségkutató Kimittudon 12 település legjobbjaival vetélkedtek egyéni, néptánc, illetve csoport kategóriákban. Sztojka János és Rafael Alexandra egyéniben az első helyen, ifjú Sztojka János pedig a második helyen végzett. A roma páros táncban Sztojka János és Radics Melinda első lett, míg ifjú Sztojka János és Rafael Alexandra a második helyen zárta a versenyt. Csoportban a szabadszállási gyöngyszemek negyedikek lettek. A táncosok július 8-án a Nagykörösön megrendezett második roma hagyományőrző napon csillogtatták meg tehetségüket. A 8 nevező közül a szabadszállási gyöngyszemek az előkelő második helyet hódították el. Egyéniben Sztojka János a harmadik legjobbnak bizonyult, Rafael Alexandra produkcióját külön díjjal jutalmazta a zsűri. A hagyományőrző csoport másnap, július 9-én a Dömsödi Roma Magyar Napon lépett újra színpadra. A tánc mellett főzőtudományokról is számot adtak a táncosok, és az 5. helyen zárták a versenyt. Évzáróját tartotta június 30-án az Ezüstkopogók Néptánc Együttes, melynek a József Attila Közösségi Ház adott helyet. A műsorban valamennyi csoport színpadra lépett. A színvonalas gála után táncház várta az est résztvevőit. Az elmúlt év hihetetlenül eseménydús volt az Ezüstkopogók Néptánc Együttes számára. A városi, iskolai és egyéb rendezvények mellett tavasszal megrendezésre került első ízben a néptáncosok jótékonysági estje, mely nem várt sikereket hozott. A fergeteges műsor utáni bálon minden résztvevő jól érezte magát. A báli bevételünket, mely 364.000 forint volt, a következőkre fordítottuk. A mindennapi próbáinkhoz elengedhetetlen egy hangfal, így végre lecserélhettük a régit. A junior 1-es csoport hölgy tagjai lábukra készítetett bőr karaktercipőket kaptak, így a 14 pár cipő közel 200.000 forintba került. A junior 2-es csoport pedig egységes néptáncos próbacipőket kapott. Folyamatosan bővítjük és cseréljük az elavult viseletes fellépő ruháinkat. A nyár folyamán a junior 2-es csoport szoknyáit cseréljük le. Sövény Sándor és felesége Kati néni jó voltából egy kis átalakítással a lányok szép egységes fehér blúzt kaphattak. Csoportjaink tagjai továbbra is lelkesen készülnek a fellépésekre, mert sikereink révén motivációt kapnak a folytatáshoz, így kitartásuk által tovább tudják őrizni hagyományainkat. Tette hozzá az együttes vezetője, aki végezetül megköszönte a támogatók segítségét, valamint az együttes tagjainak munkáját. Évzáró gálájukat tartották június 24-én a Petőfi Sándor Általános Iskola aerobikusai a József Attila Közösségi Házban. Tegerék a tanítványai az elmúlt esztendőben elsajátított koreográfiákat mutatták be a nagyszámú és lelkes közönség előtt. Az évet nagyon szép sikerekkel zárták a lányok, hiszen a csapataink első és második helyezést értek el azon a versenyeken, amelyeken elindultunk. Ebben a szezonban 7 iskolai csapatai versenyeztek egymással,
Az év folyamán három versenyen mérették meg magukat a lányok. Szigethalmon, Pusztaszabolcson és Kulcson. Keményen dolgoztak, jó hangulatú órák alakultak ki, és szerintem a fejlődésük sem maradt el. Az idei esztendőben az év érőbikosa címet Huszár Fanni érdemelte ki, aki csapat, kis csapat, kis és egyéni formációban szerepel, és lett számos arany és ezüst érem birtokosa. Kiemelkedőt és maradandót alkotott, az elismerést Tegeréka adta át a fiatal sportolónak. A rendezvény végén a végzősök búcsúztak el, s mondtak köszönetet tanároknak, Janovics Zsuzsannának és Tegerékának. A gála műsor vendégei voltak a kecskeméti Studio Free mozgásközpont táncosai. A táncosok Thomas Hilson két koreográfiáját adták elő, a bemutatót Dombai Bianca gyermek hip-hop csoportjának műsora színesítette. Tartalmas és színvonalas programokkal készültek a múzeumok éjszakájára idén is a József Attila Közösségi Ház dolgozói. A rendezvénynek ezúttal a tájház családias hangulatot idéző udvara adott helyet június 24-én. Az est folyamán két helyi együttes és egy előadó adott koncertet. A jó hírem nem eshet csorba, beállok én is a torna sorba, hiszem, hogy két paralel történet a végtelenben összeérhet, álmaimban nem ezt vár. Elsőként az X-Bar együttes lépett színpadra, majd Bajusz Petra, végül pedig a Különjárat együttes előadásának tapsolhatott a szép számú közönség. A zenei élmény mellett a rendezők a kulináris élvezetekről is gondoskodtak. Program résztvevői jól lakhattak Szűcs Sándor messzeföldön híres kunsági kenyérlángosából. Végezetül az érdeklődők ingyen megtekinthették a városi gyűjteményeket. A Hetényegyházi HM anyagellátó raktárbázis bázisparancsnokság napközis táborának résztvevői látogattak el július 12-én a szabadszállási Tóth Erzsébet óvodába. Az érkezés utáni rövid pihenőt követően kezdetét vette a játék, móka, kacagás. A gyermekek először arcfestésben vettek részt, miközben várakoztak, kedves kis szalmagyűrűvel ajándékozták meg őket a vendéglátók. Később tojástartókból készítettek kukacokat, melyeket tarkára festettek. Voltak, akik belemerültek a gyurmázás rejtelmeibe, egyszarvú unikornisokat vagy arcokat formáltak. A táborozók végül kenyérlángossal csillapították éjségüket. Hét csapat nevezett be idén a Honvéd Nyugdíjas Klub hagyományos nyári kispályás labdarúgó tornájára, melyet július 8-án rendeztek meg a szabadszállási Ese pályáján. A résztvevőket Buza Vince főszervező, a Honvéd Nyugdíjas Klub természetjáró szakosztályának vezetője, Horváth Balázs nyugállományú ezredes köszöntötte, a rendezvényt Farka Zoltán alezredes, a klub elnöke nyitotta meg. A hét csapat sportszerű, de férfias küzdelmet vívott egymással. Az első helyen az Izsákiak végeztek, megelőzve a Kispál és a Borzasztók csapatát, a harmadik helyet a Barátok FC hódította el. Negyedik lett a Kék Osztriga, ötödik a Darazsak, hatodik a Szágódó Csillagok, a hetedik a Mapet Power csapata. A legjobb góllövő címet Pandúr Dávid érdemelte ki, a legjobb kapus Bata István lett, a legjobb játékosnak Gyurján Gábort választották. Szabadszállásváros külön díját a legjobb katonacsapatként a Hetényi Darazsak kapták. A Honvéd Nyugdíjas Klub külön díját a legjobb szabadszállási csapatként a Barátok FC vihette haza. Tizenegy csapat részvételével zajlott le a második Bács-Kiskun megyei tűzoltófavágó verseny. A csapatok tagjai motorfűrész használat terén a mindennapi munkájuk során szerzett tudásokat mérték össze baján. A hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltó szerelés, kombinált darabolás, lánckímélő darabolás, gajazás és fadöntés versenyszámokban mérték össze erejüket.
az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok csapatainak versenyét a szabadszállási lánglovagok nyerték. Az elmúlt időszakban jégeső, valamint heves zivatarok utáni károk felszámolási munkálatai több napon keresztül adtak munkát a megye tűzoltóinak. A megyénk területén az átvonuló viharok idején számos olyan káresemény, leszakadt nagyméretű faágak, kettéhasadt és gyökerestől kidőlt fák eltávolítása, felszámolásában kérték a tűzoltók segítségét az állampolgárok, amikor a favágási, fakidöntési szakértelmükre volt szükség. Mind a két tevékenység veszéllyel jár, komoly odafigyelést és pontos munkavégzést követel meg a tűzoltóktól. A versenyzők bizonyságot tettek róla, hogy gyorsan, szakszerűen és biztonságosan hajtják végre ezeket a feladatokat is. A versenyen elért eredmények a szakmai tudást, ügyességet és precizitást tükrözik.